Hitler Mária, politikus, egykori országgyűlési képviselő, szabadságharcos. 1937-ben született Budapesten. Édesapját nem ismerte, édesanyja pedig 2 hónapos korában dajkasságba adta. 1948-ig apácák nevelték, majd ezt követően Szolnokon, illetve Kunhegyesen lett a járási tanácson gépíró. Amikor gyermeke született, Budapestre költözött és ott vállalt munkát. 1956. október 23-án részt vett a rádió ostromában és az épület elfoglalásában. Már a reggeli órától kezdve részt vett a szabadságharcban, segítette társait. Kórházba vitte a sérülteket, benzines palackokat adott a férfiaknak, illetve utánpótlást biztosított a szabadságharcosoknak. 1956. november 4-én a forradalom leverésekor az Üllői úton harcolt, míg nem egy aknaszilánk megsebesítette a lábán és a hátán. A forradalom leverését követően sikerült Ausztriába szöknie, azonban pár hét után visszatért Magyarországra. 1957. július 16-án letartóztatták, majd egy évvel később, 21 éves korában halálra ítélték, az ítéletet később életfogytiglanra változtatták. 1970. március 25-én az utolsók között szabadult a börtönből. A kádárrendszer bukását követően részt vett számos 1956-os szervezet munkájában, határozott és következetes antikommunizmusáról vált híressé. 2006-ban és 2010-ben az országgyűlési választásokon a Fidesz országos listájáról szerzett parlamenti mandátumot.